Műsorunk együttműködő partnere az Eveld. Hegesztésben a csúcson. Üdvözlünk mindenkit! Ez a Félelem nélkül a Digisport legextrémebb autó- és motorsport magazinja. Végre elfoglalhattam az ülés pozíciót, mehettem egy picit egy Renault Clio-val, ilyen típussal voltam bajnok 10 évvel ezelőtt, de jöjjön most egy kis műhely látogató rovat, beszélgettünk a versenyzővel, illetve magával Sikorral is, aztán egy kis extra rovat, illetve egy Fiat 500-as bemutatója következik. Tartsatok velünk, jó kis adás lesz ez is! Folytatjuk műhely, illetve autóversenyző bemutató rovatunkat, és hát szívemhez egy közelálló tárgynál vagyunk jelen pillanatban. Nagy Attila versenyzik egy Clio R3-assal, de hát a 2020-as csonka esztendő ellenére szépen lassan beindul a hazai rallycross bajnokság is, úgyhogy már részt vettünk egy teszten, ahol kipróbáltatok az autót. Jelen pillanatban hogy állnak a fejlesztések, mi változott az autón, nyugodtan elárulhatjuk a nézőknek, hogy tulajdonképpen ki lett fordítva, ki lett belezve, szét lett szedve, és újra össze lett rakva. Igen, tehát csináltunk egy teljesen új autót. Gyakorlatilag a bódén kívül, hát nem az sem, tehát szinte minden más lett az autón, a futómű, a motor, a kuplung, amit egyébként ugye Mária Pócson le is teszteltünk. És működött is. És működött is. Azt gondoljuk, hogy most sikerült összerakni egy olyan autót, amivel esélyesek lehetünk akár a bajnoki címre is, ha nem lenne a kategóriánban egy Castorál, tehát így azért reálisan nézve megcélzünk egy dobogót, egy második helyet, amire azt gondolom, hogy lesz is reális esélyünk idén. Aztán persze meglátjuk, hogy a többiek mit csináltak, mert most ebben a holt időben mindenki neki állt fejleszteni, és mindenki új autó, új motor, és mindenki... Mindenki faragott egyfolytán. Locsolt, igen, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz idén. Ugye ezáltal, hogy volt ez a kis vírushelyzet, illetve van a vírushelyzet, nagyon bele ez zsúfolva ugye a versenynaptár, ugye kiesett két hónap, két és fél hónap, majdnem három. Elég sűrű lesz a vége, ugye a 6 futamot meg fogják csinálni. Októberben lesz utolsó verseny, érdekes szezon lesz mindenképpen. Mit tapasztaltál az első méterek után? Hiszen azért ugye a rabocsiringi pályán lehetett az autóval körözni, és azért egy teljesen új verzióban más üléspozícióban ülsz, máshol van a kormány, máshol van a pedálok, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy teljesen új autó a Tavihoz képest. Mennyivel lett másabb a köridő? Nézegettétek ezeket a dolgokat, vagy inkább csak érzésre autóztunk, hogy az autó működőképes, csöpög-e belőle valami, rendben van-e a versenyzésre? Hát az elején ugye azt teszteltük, hogy működik az autó, ahogy mondtad. Az autó tök jól működött. Mária Pócson, amikor kimentünk, ott már mértünk időket is, javultak az idők, bár nagyon rossz volt a körülmény, tehát a Murva nem olyan volt versenyen. Nagyon rossz minőségű volt a Murva, illetve tiszta por volt a pálya, illetve ilyen faleveles felhordás valami. Ennek ellenére jobb lett az időnk, mint az eddig futott bármilyen időnk. Az, hogy tulajdonképpen egy ilyen Renault-ba pattantatok bele, és ennek a régi R3-as karosszéria változatával versenyeztek, ez minek tudható be? Van egyfajta szerelem a francia márka iránt, vagy azt gondoltátok, hogy ez lehet ütőképes? Ez érdekes volt. Vettem egy utcai eres Clio-t, hogy majd kimegyünk Euroringre kapucsra össze-vissza, és akkor játszadozunk, bohóckodunk. Kapott a gumi. Kapott a gumi, elment, és akkor elkezdett minden elfogyni. Elkezdett gyorsulni, akkor elfogyott a gátló. Kéne bele egy gátló, kéne bele egy fék. Most már a motor is egy kicsit kevés, nehéz a bódé, akkor már kéne bele a bukócső is. És akkor ebből lett egy versenyautó, de eredetileg kitaláltunk, hogy rallyban fogunk vele menni. Mentünk 2-3 futamot, sikeresen felrobbantunk egy motort, mert kitaláltuk, hogy ezt lehet magasabb fordulatszámon üzemeltetni, persze, mint a Renault kitalálta, nem lehet. Nem lehet. Ezt megvan szabályozva, ott addig forgass. És a Kajilba Gergő mondta egyszer, ő navigált nekem egyébként rallyban, szilveszteren itt ott mentünk, és mondta, hogy menjünk el, mert a rallycross az milyen jó lesz. Mm? Tehát ő fertőzött meg? Abszolút. Béreltem egy Astrát a Kallagóra Csabijéktól. Mentünk vele egyet, és mondtam, hogy ez tök jó, akkor ön úgy nekünk, mint rally autó itt volt, és akkor álltunk neki igazából a rally autóból egy rallycross autót csinálni. Jó döntés volt? Szerintem igen.
Tulajdonképpen a technikai háttér megvan, úgy tűnik, hogy az autó egybeállt. Jól muzsikált a rabócsiringen is, úgyhogy bízunk benne, hogy találkozunk az évad első futamán, Kakucsiringen, hiszen ott kezdődik a hazai rallycross bajnokság. Így van. Attila, sok sikert 2020-ra! Sikoly bácsi, csapatvezető és versenyszerelő egyben, aki nyugodtan mondhatjuk, hogy a Renault professzora, hiszen hát nem ez az első Renault, amit készített élete során. Mennyivel másabb ez, mint egy R3-as gyári versenyautó, hiszen a rallycross szabályai szerint lett építve, könnyebb, több átalakítási engedélyt tesz lehetővé, és hát ugye azt a megszerzett tapasztalatot bele tudtad építeni, ami az elmúlt két évtizedben rád ragadt. Nehéz kérdést tettél föl. Persze. Hát egészen pontosan, amit reszelővel meg lehetett reszelni, azt most ebbe az autóba igyekeztünk bele is tenni. Ilyenkor a súlycsökkentés a legnagyobb tuning, ezt már egy párszor elmondtam, és ezt ugye még annó Cserkuti Jöcsi bácsitól tanultuk, amiben óriási igazság van, hogy minél könnyebb az autó, értelemszerűen betartva a jogszabályokat, annál dinamikusabb és annál jobban vezethető, de ehhez azonban lehet súlyozni, változtatni kell a motoron, és hát ugye rengeteg dolgon, például, amit ugye említettük, az üléspozíció is szinte a B oldal mögött van majdnem. Igen, igen. Hát próbáltuk azt elkövetni, amit nem az emberek nagy többsége nem így csinál. Nem a lóerőn van a hangsúly. Vagyis mindenki azt hiszi, hogy minél erősebbek vagyunk, annál gyorsabbak vagyunk. A futómű meg a verseny. A legnagyobb know-how, a futómű, a súly, az egész összességnek a szinkronja, az autóbalanszát megtalálni, a megfelelő paramétereket beállítani. Ehhez kell egy olyan pilóta, aki viszont tud konstans köröket is autózni. Abszolút. Ennek az összhangját megtalálni, összesimulni a szerelőnek, az autónak és a pilótának, ez a hármas, ha megvan, és természetesen még a rallycrossnak az apró kis adaléka, hogy kívülről jól irányítható legyen a pilóta, ugyanis nagyon jól tudjuk, hogy a spotterelésnek mekkora jelentősége van. Ha ez összejön, ez az összhang, akkor sok mindenre esélyes lehet. Részt vettél te is azon a teszten, amin közösen voltunk, és ott már valamiféle tapasztalatokat le lehetett szűrni. Ezt kérdeztem ugye Attilától is, lehet-e már látni azt, hogy jó irányba indultak el a fejlesztések? Én úgy gondolom, hogy igen, bár pont valamelyik nap jutott eszembe, hogy kész a versenyautó. Nem, nincs kész a versenyautó. Soha nincs kész. Én még nem láttam kész versenyautót. Minden nap, amikor elmegyek mellette, eszembe jut valami, hogy még ezt megnézem. Tehát gyakorlatilag ennyi. Ebben a vírusos helyzetben, hogy egy szerelőnek tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy jó dolga volt, hiszen tudod foglalkozni az autóval szinte a nap 24 órájában, nem akarom megmutatni, milyen matracon aludtál itt, de tulajdonképpen megvolt a lehetőség a teljes restaurálásra, idézőjelben. Igen, meg is próbáltuk ezt kihasználni. Bár ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy amint egy kicsit virul az idő, abban a pillanatban megyünk, hát természetesen nekem is hiányzik már az, hogy az elégett benzin illatát érezzem, de legalább egy olyan lehetőséget adott ez a kellemetlen helyzet, amihez ritkán jut az ember, kaptam 2 hónap laufot. Ebben van a csodálatos végszó szerintem. Bízunk benne, hogy tényleg jól sikerül a 2020-as Euroasphalt Rallycross bajnokság is, és Attila minél jobb pozíciót tud elcsípni az új elvarázsolt Clio-val. Köszönjük szépen Sikolynak beszámolót szerviz szempontból. Egy picit most összekötjük az autósportot tulajdonképpen a természetvédelemmel, az állatvédelemmel és a humanitárius tevékenységekkel. Bódai Palit hadd mutassam be a kedves és kevésbé kedves nézőknek. Tulajdonképpen miről van szó, és mi ez az egész, amit így összehoztatok Kápolna településen? Kápolna egy picike Heves megyei falu, aki esetleg nem tudná, annak is a szélén vagyunk, a Tarna partján, és fél évtizeddel ezelőtt Kis Norberttel, akkor még talán nem Európa bajnok kamionversenyzővel, kerestünk egy helyet, ahol egy macskaárvaházat hozhatunk létre. Miért a macska?
Nagyon szeretjük a macskákat, természetesen minden állatot, de ez egy külön szimpátia. Hát szokták mondani arra, hogy aki szereti a macskákat, az ilyen meg olyan, ugye? Okay, különböző jelzők, de mi igyekszünk erre rácáfolni. Ez a macskaárvaház egyébként foci rajongóknak mondom, hogy ez egy a Kápolna SC egykori öltözője és focipályája. Mi így értelmeztünk a futball felfuttatását, hogy gyönyörűen felújítottuk ezt a helyet. Így szeretettel fogadtak, és valahogy tényleg az autósport, az állatvédelem, a természetvédelem itt találkozott. Mi azt csináltuk, hogy ezen a kis településen minden évben olyan rendezvényeket csinálunk, ahol lehet állatokat simogatni, lehet nézni sportautókat, veteránautókat, és Norbi elindított egy mozgalmat, hogy minden győzelmére fákat ültet. Hát most nézd meg, nézzétek meg, van egy pár. Egész kis erdő jött létre. Na nem azért, mert ő győzött ennyit, de hát közben csatlakozott a Gender Racing Team, csatlakozott Fehérvári Csaba, és gyakorlatilag kialakult egy olyan közösség, ami ebben a nehéz helyzetben is, ebben a mostani nehéz helyzetben is itt áll mellettünk, és nagyon fontosnak tartom, hogy az autósport, amely szintén nehéz helyzetben van most, ne engedje el azokat a prioritásait, amit megszokott. Én nagyon büszke vagyok a magyar autóversenyzőkre, mert egyébként nem csak az állatvédelemben, nem csak a természetvédelemben, de a sérült gyerekekkel való foglalkozásban, tényleg a rallisok. Nekem ez egy nagyon nagy példája a társadalmi felelősségvállásnak, úgyhogy itt mindig szeretettel vannak látva, és Kápolna egyébként egy nagyon autósportbarát település, itt nagyon szeretik az embereket. Igen, igen. Úgyhogy itt tartottunk már RC modellautóversenyt, hogy ki tudja, mi kristályosodik ki ebből. Mindenesetre mi itt az állatvédelemben nagyon komolyan foglalkozunk. Nem csak kis Norbi, hanem természetesen Fehérvári Csabi is csatlakozott ehhez a kis kezdeményezéshez. Igaz, nyert verseny, de még nem ültetett fát. Na jó, de ő is ültetett fát, hála Istennek. És tényleg azt lehet mondani, hogy ez a fajta kezdeményezés, vagy ez a fajta hozzáállás és ez a lojális, emberséges mentalitás, ez kezd kihaló félben lenni, és jó dolog ilyen emberekhez csatlakozni, tartozni. Számunkra egy teljesen újdonság volt ez, de valami őszintén, és ugye annak ellenére, hogy bennük is felmerült már azért, Pali keresett meg minket ezzel a lehetőséggel, és mi nagyon örültünk ennek, hogy le tudtunk jönni, és be tudtunk mutatkozni, és egy ilyen fajültetésnél jelen tudtunk lenni. Maga tényleg ez a kezdeményezés azért valakiből, valamiből ki kell, hogy induljon, és az, hogy megkeresnek olyan embereket, akik akár csak jelenléttel, akár bármilyen anyagi vagy egyéb olyan szolgáltatásra tudják ezt támogatni, szerintem nagyon fontos, mert így tud működni, ami karitatív. Az, hogy a jelen helyzetben ugye hogy nagyobb fókusz, meg nagyobb figyelmet kapjon, az pedig ugye a médiának, meg az egyébnek a része, hogy ez hogy tudja mellé állítani egy olyan felelős menedzser. Pali szerintem ebben nagyon jó, mert nagyon szépen menedzseri ezt a részt, és úgy tud, azért azt látom, hogy mi azért már negyedik alkalommal vagyunk itt, hogy hónapról hónapra komolyabb fejlődés van ezen a területen, és ez az példaértékű. Honnan datálódik ez a fajta állatszeretet, hiszen azért Macskaárvaház alapítvány, jó napot kívánok, mindent elárul. Az állatvédelem ez egy nagyon fontos momentum, és tényleg így, ahogy Pali is ezt említette, hogy az autóversenyzők nagyon sok ilyen karitatív dologban vesznek részt, ami azt gondolom, hogy hála Istennek jó momentum. Így van. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag kis településen élünk. Az itt élők nagy többsége nagyon közel az állatokhoz, még hogyha mai világban már nem is jellemző annyira az állattartás, de azért egy kis települési lakosnak mindig is egy kicsit azt mondom, szívecsücske volt az állattartás. Gyakorlatilag mi mindannyian valamilyen formában azért kötődünk a házi állatokhoz. Hát ugye nekem is vannak macskáim, ugye sok embernek kutyája, de most is tartanak még sertést, ugye, és egyéb állatokat is. Tehát azért még most is jellemző, azt lehet mondani, hogy még azért közelebb vagyunk a hagyományos értékrendekhez a világhoz, és ezért ugye szívesen látjuk az ilyen kezdeményezéseket. És érdekes, hogy mitől jött ez a bekapcs idézőjelbe, hogy tényleg teret biztosítunk ennek a tevékenységnek, mert ez nagyon jó érzés. Így van. Tehát gyakorlatilag a Kápolna önkormányzat mindig is elkötelezett volt az állatvédelem iránt, de igazándiból ugye egy állatvédelmi jellegű szervezetet ugye még ugye nem fogadtunk be soha.
Itt helyben azért általában megoldott ugye a kóborállatoknak a elhelyezése, kezelése. Nem azt mondom, hogy nincsenek kóborállataink, de azért nem jellemzőek olyan szinten az elhanyagoltságok, mint a városokban. Viszont ettől független fontosnak tartottuk ezt az értékrendet felépíteni, és úgy láttuk, hogy a fiatalok részéről is nagy a fogékonyságra, és szerettünk volna valami ilyen is mi irányba nyitni. És jó, hogy van átkötés az autóversenyzőkhöz is. Pont kapóra jött, azt lehet mondani, hogy pontosan kapóra jött az alapítványnak a jelentkezése, a tevékenység, és pontosan én úgy gondolom a rendezvényekhez kapcsolódóan, és a gyerekekkel való kapcsolattartás szempontjából is egy nagyon jó kis csapatot tudtunk így felépíteni. Köszönjük szépen. Hogyan kerültetek kapcsolatba ezzel a csapattal? Mert azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg le a kalappal minden autóversenyző előtt. Ja, a Palit már régebb óta ismerem, a Bódai Páta Maskálvaháznak a vezetőjét, és ő hívott meg először, és elmondta, hogy meghívott egy faültetésre, látok itt a gyönyörű szép cicákat, és akkor beszéltünk a Pal, kérdeztem, hogy hogy tudnék én itt ebben az egészben neki segíteni, és mondta, hogy igazából állateleddel gyűjtés, hogyha szervezek, vagy valami ilyesmit, az ő neki óriási segítség, vagy orvosi költség, vagy bármi, és én az ismertség körömben és a csapaton belül megkezdtem ezt a munkát, és egy nagyobb mennyiségű tápmennyiséggel megérkeztünk a ellátás biztosítására a macskáknak. De ez szívtájékon jó érzés, nem? Tehát igen, úgy tölti az embert, meg a környezet, a faültetés pedig a környezetudatos életmódot szeretnénk ezzel kifelé is kommunikálni, hogy mennyire fontos és hogy egyre fontosabb. Bizonyos szintű intelligencia is kell hozzá, szerintem, vagy szélös látókör, és egy kis plusz energia ráfordítás. Ami pedig jó ügyet szolgál. Ami pedig jó ügyet szolgál. Jogosan merül fel a kérdés, hogy ebbe az egész alapítványba hogyan csatlakoztál be? Hú, hát most már jó régen volt, 2012-ben vagy 2013-ban ismerkedtünk össze a Palival, aki olvasott egy cikket rólam, hogy vannak macskáim otthon, és hogy szeret a macskákat otthon, meg ilyesmi. És azt hitte a cikkre, hogy kamu, igaz? és egy rendezvényen odajött hozzám, és kérdezte, hogy figyelj, tényleg vannak macskáid? Meg minden? Tényleg szereted az állatokat? És mondta, hogy hát persze, hát ne viccelj. És akkor összeismerkedtünk, így elkezdtünk beszélgetni, meg minden, és akkor ugye elmondta a Pali a terveit, ugye akkor még ez az egész sehol nem volt. És akkor mondtam, hogy hát ez tök jó, ebbe szívesen próbálok részt venni és segíteni, hogy ez megvalósuljon. Aztán az ott ugye eltelt 8 év lassan. Igen. És hát látjátok, de azért valami lehet. Mondjuk azért ennek azért a 99% a Palinak és ugye a feleségnek, a Csillának az érdeme. Jó, azért remélem, hogy egy picit tudtunk segíteni. Meg az nagyon fontos momentum is ez, hogy a többi versenyző is a győzelme után ültet egy fát. Nem csak a te győzelmed után, hanem a saját után is. És tehát elindult egy olyan fajta kezdeményezés, ami mindenféleképpen pozitív töltést ad. Igen. És ez jó pofa dolog, hogy az autóversenyző társadalom valamilyen oknál fogva tud humanitárius lenni. És itt nem csak mondjuk a macskákra gondolok, kutyákra, hanem gyerkőcautóztatásra, kórházlátogatásra, adománygyűjtésre. Igen. Nagyon sok jó dolog történik, és jó összefogás van, amikor összefognak az autóversenyzők, és próbálnak tenni. És hát igen, egy kis mi faültetéses ötletünk is ilyen, amit ugye én nem túl régen egyébként, 1-2 éve csináljuk kb. De szerencsére már sokan csatlakoztak hozzá. Azért mondom, hogy van. Igen, sokan csatlakoztak hozzá. Bevezettük azt, hogy már nem is csak győzelem, hanem dobogós helyezés után is. Így is jó legyen. Okay. Mikor egy kicsit nem ment annyira a szekér, akkor bevezettük, hogy ne csak győzelem, hanem dobogós helyezés után is legyen faültetés. Úgyhogy igen, ez is nagyon jó, meg az összes többi, mindenki bármit kitalál, ami ilyen jótékony, azt mi mindig próbáljuk támogatni és segíteni. Köszönjük, Norbi. Én köszönöm. Gépjárműveink tisztaságáért a K2 autóápolási termékek felelnek. A rovat támogatója a 30 éves Duna Autó. Folytatjuk tesztelő rovatunkat, mégpedig Kis Csabával, értékesítővel, aki egyébként egy Fiat mágus, és hát most volt szerencsénk együtt dolgozni, kipróbálhattuk az 500-as Abarthot, amit én vezettem, akkor még becsücselhetett mellém, jelen helyzetben ugye ez a kis sztori, ez átalakul, és majd egyedül tesztelem a Cabrio Hybrid 500-ast. Köszöntünk a műsorban, Csabi! Sziasztok ismét!
Nézzük azt, hogy tulajdonképpen most ez a félig cabrio, félig targa, vagy harmonika tetővel ellátott kis verzió, ez tulajdonképpen mit tud, milyen erőforrás van a motorháztető alatt, és beszélgessünk kicsit magáról a hibrid technológiáról is. Igen, hát ez egy vadonatúj motor az 500-as esetében, egy új 1 literes 3-hengeres szívó motor 70 lóerővel, ami egy szíjhajtásos generátor indító motor, gyakorlatilag egy plusz 12 voltos akkumulátort építettek be a vezetőülés alá, ami rásegít a gyorsításkor, illetve az indításra. A fékezési energiát is visszanyeljük? Igen, igen, fékezéskor motorfékkel töltődik az akkumulátor. Azt éreznie ennél a kis autónál, hogy ez egy plusz opció, egy plusz segítség, vagy azért ezt az érzékszerveink nem nagyon fogják meg? Hát ugye ez egy mild hibrid technológia, tehát ez a teljesen, ez a belépő szintje úgymond a hibrid technológiának, itt még azért sokat nem érzünk. Nyilván teljesen elektromos üzemmódban az autó nem megy, legalábbis hosszú távon, nyilván 30 km/h sebesség alatt jelzi a kijelző, hogy kapcsoljunk üresbe, és akkor ugye felhasználja az energiát, de hát itt méterekről van szó, nem pedig kilométerekről, vagy 25 kilométerről, hogy akár zöld rendszámot kapjon az autó, tehát itt nem egy ilyen hibrid hajtásról van szó, csak a legalapabbról. Viszont ez pont azért jó, mert nem olyan drága, mint egy full hibrid vagy plug-in hibrid hajtás. Cserébe viszont ugye teljesíteni lehet vele a károsanyag kibocsátási kvótát, ami ugye 95 gram, hát ez 90 alatt van ugye a gram per kilométer értéke, ráadásul ugye 20%-kal kevesebb is a fogyasztása így az autónak, mint a régi 1-2-es 4-hengeres szívó motoros verzióhoz képest. Ez most egy 6-sebességes manuál? Igen, jelen pillanatban csak ezzel a váltóval rendelhető ez a hibrid hajtás. Az régi 1-2-es 4-hengeres szívó motor még megmaradt a Dualogic robotizált váltóval, évvégéig még azzal is rendelhető. Vásárlás tekintetében férfiak vagy nők keresik ezt a fajta verziót? Nem mondhatjuk rá azt, hogy csajos. Mondom, visszaköszön itt a fiátos szív, a fiátos lélek. Megvan az előnye, és ugye jól lehet vele parkolni, nem fogyaszt sokat, lehet használni a városba, ki lehet vele szaladni a közútra is, úgyhogy jöjjön az, aminek jönnie kell. Barnus megy egyedül, elkéri Csabitól, Csabi odaadja, Keszcsiben vagyunk, és betartjuk a szabályokat. Jöjjön tehát az autókázás! Na nézzünk egy gyorsulást akkor a Fiat 500-assal a 70 lóerővel. Kis C betű a műszerfalon, mint cabrio, de ugye ez csak egy ilyen harmonika tetős változat. Már negyedik, ötödik, hatodik. Nem kell vele rohanni. Jó, úgy ahogy van. Zseniális a kormány egyébként. Jó az ülés is, ugye az újrahasznosított tengerből kihalászott műanyagokból készült kárpitoknak köszönhetően ez is egy ilyen zöld vonalat képvisel. A tengelytávunk ugyan rövid, de nagyon kis feszes kis gokártunk van. Oké, nem az Abarth, az talán egy picit közel állt a szívemhez, azt aláírom. Így, hogy autókázol vele egy picit, rájössz, hogy nem akarsz sietni, nem akarod padlózni, minden a helyén van, végül is egy hibrid változatú autóban csücsülsz. Letisztult a műszerfal, ugye a fekete a belső tér, tehát ez ilyen kicsit pilótaüléses, vagy ilyen hát versenyautós feelinget ad, hat, habár ugye a futómű meg a motor az nem feltétlenül passzol ehhez a kérdéshez, nem is arra van kitalálva. 16-os felnéken gurulunk, szépen fordul, kis helyen meg lehet vele fordulni, pördülni, nem kell hozzá a kéziféket ráncigálni. Vigyázok azért a kártyukra természetesen. Jó váltókar is. Olyan, mintha egy ilyen kis nyalóka lenne, a két széle lecsapa. Két kézzel fogjuk a kormányt, oké. De jól el van találva ez a hat sebesség. Jó a fokozatok elosztása. Jön egy kis rutinozás. Tenyérből, lazán, diszkósan. Így vissza. Jól működik a szervó. És már meg is fordultunk. Tehát azért mondom, hogy városbarát, parkolóbarát, nem fogyaszt sokat. Az ár-érték arányt mindenki döntse el, aki ilyet szeretne.
Én nekem szimpi egy ilyen kis 500-as. Én most szépen lassan fogom magam, és lenyitom ezt a tetőt. Hozzátenném, nem vagyok ilyen cabrio party, de kíváncsi vagyok, hogy mennyivel másabb ugye a feeling. Úgyhogy most egy picit átszellemülök, és akkor lenyitjuk. Közösen, jó? 3, 2, 1. A harmonika tető vissza, hátra, ott megáll egyszer. Még egyszer megnyomom, és akkor rámegy a kalaptartóra. Na, előre egy picit fölnyílt, hogy ne legyen óriási probléma. És mi történik? Kinyílt a világ! De durva vagy! Napfény, sunshine, bugi, lazulás. Jó ez az 500-as. És D-vitamin föntről érkezik. Köszönöm szépen! Megjöttünk ezzel a targa feelinggel, vagy harmonika tetős verzióval, vagy cabrióval. Kinek mi tetszik, ossza be magának. Olyan, mint a motoroznál, csak nincs rajtad bukósisak, de legalább van körülötted egy karosszéria, tehát biztonságos. Jó feeling ez is. Tudom ajánlani mindenkinek. Aki teheti, ne hagyja ki. Próbáljunk egy ilyet, ha más nem, egy tesztkörre. A rovat támogatója a 30 éves Duna Autó. Találkozunk 2 hét múlva a DigiSport csatornáin a Félelem Nélkül című műsorban. Viszlát mindenkinek! Addig én lazulok tovább! Szevasztok! Ha-ha!